Emlékszem, hogy egy szombati napon az Aligátor című filmet néztem Nagy Sanyi barátomnál a Mátyás téren. Ezt én is láttam. Tudod, lehúzták a vécén a kis Aligátorra. És megnőtt a csatornában. És hát az óriási számot, mert az apukája kamionos volt, és akkor videókazettán tudtuk ezt nézni. Hát az hihetetlen szám volt akkor, azért 30 évvel ezelőttől beszélünk. És az anyám hívott a Sanyinál, hogy menjek haza, mert hétfőn felvételi van. És mondtam, anyu, hogy nem akarok elmenni. És mondta, Bandi, most mit veszíthetsz? És akkor hazamentem szombaton, befeküdtem a kádba, és elmondtam neki akkor ott az összes 15 verset, az öt monológot, amivel három dalt elénekeltem neki, és elmentem másnap az első rostára, a főiskolára. És az úgy nézett ki a főiskola, hogy minden egyes osztály ennek a fele, de a teremnek a fele az színpad. És oda be, föl kellett menni, benyitottam az ajtón, és bent ült a Stankai. Meg egy zongora kísérő, és talán valami beszédtanár. És akkor Stankai nézte a papíromat, hogy ott voltak a versek, a monológok, meg a dalok, meg ott volt, hogy hobbi, meg sport, és akkor mondta, hogy mi ez a rögbi. És mondtam neki, most lesz a Stankai, mondtam neki, hogy hát az 2x15 ember játsza, és van a 8 fő a tolongás, ők az erős emberek, van a két pillér, ők nagyon nagyok, van a sarkazó, aki középen van, utána jön a második sor, ők benyúlnak a pilléreknek a lába között, megfogják a mezt, összekapaszkodnak, beteszik a fenekük alá a lábukat, van az összefogó, aki ezt a két hátsót fogja össze, van a két leváló, aki így kapaszkodik, és vagyok én az irányító, aki bedobom a labdát, és amikor kijön hátul, akkor indítom a futókat. És azt mondta, hogy köszöni szépen. És mondtam, hogy ki lehet, azt mondta, ki lehet menni. És akkor ott álltam, hogy megint, most ezért kellett ez az egész hajcív. Kimentem, tehát mondom, egyetem, megvárjam a végét. 15 sárumdal ezért. Megvárjam a végét. És akkor bejött Erzsike, aki később nagyon sokan tudják ezt, ő titkárnő volt, és mindig ő mondta, ő olvasta fel a neveket. Bejött és azt mondta, hogy Stoll András. És akkor később megkérdeztem a Stankait, és azt mondta, hogy azért engedtem át, magázottunk, mert ez a színészetnek a lényege. Hogy valaki valamit, ráadásul nem is figyeltem akkor oda, hogy megmutassa. De jó. És iszonyatosan jó érzéke volt hozzá.